A szénmonoxid érzékelők fontosságára, a kémények folyamatos karbantartására és a megfelelő tüzelőanyag használatára figyelmeztet a Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a fűtési szezon kapcsán. Nagy Csaba szóvivő arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy aki még nem tette, ellenőriztesse kéménye állapotát a Heves megyei ellátási csoport szakembereivel, akik a társasházakban továbbra is sormunkaterv, a családi házak esetében pedig időpontegyeztetés alapján látják el feladatukat. Változás azonban, hogy a koronavírus járvány hatására, a megfelelő távolságot betartva, a kézfogást kerülve szájmaszkban, védőszemüvegben és kesztyűben végzik el a füstelvezetők ellenőrzését. Mely azért is fontos, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az időszakban jelentősen megnő a kémény és a lakástüzek száma szűkebb hazánkban. Nagyon fontos, hogy ha szilárd tüzeléssel fűtünk, akkor a megfelelő tüzelőanyagot használjuk. Tilos a hulladék és más műanyag vagy szemét elégetése. Ennek sokkal több hátránya, mint előnye van. Az a kis meleg, amit a hulladék elégedéséből nyerünk, az sokkal több kátrányt és kormot rak le a kéményünkbe, ami intenzív tüzelés hatására meggyulladhat, a kéményünkbe beízhat, és kigyullad tőle az egész lakásunk. A fűtési szezon azonban további veszélyeket is rejteget. A szellőzés hiánya vagy a karbantartás elmaradása miatt a szénmonoxid mérgezés is fenyegeti a lakosokat, ezért fontos, hogy minden háztartásban helyet kapjanak a szénmonoxid és füstérzékelők. Nagy Csaba elmondta, szerencsére Heves megyében egyre többen alkalmazzák ezeket az eszközöket, melyek miatt habár megyénk tűzoltói többet vonulnak, tragédiák nem történnek.